Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok. Jöjjön egy újabb Warframe videó. Igen, tudom, egy kicsit fura ilyen a, semmiből bejelentés nélkül egy év után csinálni egy Warframe videót, de úgy voltam vele, lehet, hogy annak nektek is megígértem, de magamnak megígértem, hogy ha valaha kijön a Duviri Paradox, akkor csinálunk róla egy lore videót, és hogyha vannak további kérdésétek, valószínűleg akkor lehet, hogy csinálok további mit kell csinálni videót is ebben a duvili paradoxban. Na de elég érdekes volt a témája a single player kampány résznek ahhoz, hogy neküljek és a régi idő kedvéért csináljak erről egy videót. Amúgy egy ideje már úgy visszajöttem a Warframe-be legalábbis játszani. Én nagyjából egy évet hagytam ki, de úgy mostanában úgy voltam vele, hogy hát talán annyit változott, meg új Warframe-ek meg új fegyverek, meg minden lószar, hogy visszajövök és elkezdek játszani, és ez az, igazság, hogy nagyon örülök, hogy kihagytam ennyi időt, mert most úgy, úgy érzem, hogy végre van játszani való a játékban, és ja, most ugye kicsit jól esett nosztalgiázni. Na mindegy, vágjunk is bele. Uh, mi a franc volt ez a duviri paradox? mielőtt elmélyednénk a történetben, egy-két dologgal legyünk tisztában. A főszereplőkkel legalábbis ugye van a Drifter, a Von Tessin, ne kérdezzétek, tudjuk, hogy meghalt. Van Tessin, ugye van Dominus Trax, a Duviri Birodalomnak az úgymond császára vezetője, és ő úgy kötődik ehhez a világhoz, hogy amilyen hangulata van, a világ ahhoz változik. Van ugye a Zarimanten az űrhajó, ami elveszett a Voidban, és később megkerült benne a tenókkal, akiknek ugye már a void erejét tudták használni. Valószínűleg benne van a lótusz is, függően, hogy mikor kezded a játékot. Itt volt egy kicsit, ami nem nagyon tiszta volt ez az egész, és tulajdonképpen mostanra a választ kapunk biztosan arra a drifter és a tenó kapcsolatára, hogy mi történt. Na vágjunk is bele. Elméletileg, ugye én nem ma kezdtem a Warframe-et, szóval elméletileg, ha most kezdenéd a Warframe-et, a játék felajánlaná neked azt, hogy uh, hogy akarod elkezdeni a játékot a Dooviri Paradox-sal, vagy a One, uh, az Awakening quest-tel, a régi, hagyományos Warframe quest-tel. Ezt azért mondom el, mert hogy a Dooviri Paradox quest az úgy indul, és ez elég egyértelmű, válik a néző számára, hogy a drifter maga egy, úgy néz ki, hogy egy folyamatos időhúrban van, ahol folyamatosan elő elő viszik a a Dominus Trax elé, a császár, Doviri világ császára elé, ugye elé viszik a drifter folyamatosan meghalni. Azért viszik folyamatosan meghalni elé, mert hogy a játék bevezetőjében, vagyis a küldetés bevezetőjében Dominus Trax tartott egy beszédet a nagy kígyóval, miközben ott irányítja, és a beszédnek a fő lényege az, hogy... Öm, hogyha egy térd nem hajlik meg, akkor az be kell hajlítani, és ugye a drifter eddig nem sikerült őt megtörni, mondhatni úgy, és Dominus Trex mindenképpen meg akarja őt törni, és beolvasztani őt úgymond, engedelmes szolgájává tenni ennek a világnak, de a drifter nem hagyja, mert a drifter számára a duviri egy börtön. Na most miért mondtam, hogyha most kezded a játékot, ugye a Lotus vagy. Ö, a Lotus felajánlja, hogy melyik úton indul el paradox vagy, az van Cevékénk felé. Azért, mert ugye indul a játék, és folyamatosan meghal a Drifter, amíg egyszer csak nem úgy úgy néz ki, hogy egy ö, ö, utolsó kivégzi utolsó, tehát valamennyi eddig kivégzése után megjelenik egy meteor az égen, és ez a meteor Uh, as let's Na most, ugye ez egy sokadik kivégzése lett volna, éppen egy meteor által, ezért a kivégzői azt hitték, hogy ezt a meteort valójában ugye Dominus Trax küldte rá, hogy így halljon meg, de kiderült, hogy nem, mert ugye ez a meteor, hogy elugrott előle a, a, a drifter, kiderült, hogy ez egy kéz. Na most ez a kéz azonnal rácsatlakozik a drifterre, és számunkra is később kiderül, hogy ebben a kézben a Void ereje az van. Na most... Hogy miért mondtam a, az előzőket? Most, ami nem volt tiszta számomra, lehet, hogy számotokra tiszta volt, hogy a kezet a tenó küldte, vagy a lótusz küldte. Ez az, ami nem tiszta, mert hogyha elkezded a játékot, és elindulsz a Doviri paradoxnak az útján, akkor teljesen olyan benyomásod lehet, nem tudom, ugye, teljesen olyan benyomásod lehet, hogy a kezet a lótusz küldte neked segítségül. De mindenképpen segítség volt. Na most, ahonnan én néztem a játékot, nekem inkább úgy tűnt, hogy a tenó küldte, tehát a mi tenón küldte azt a kezet segítségül, de ne kérdezzétek, honnan származik a kéz, mert hogy nem tiszta. Na most egy kis nyomozás után, hogyha Wikipédián megnézitek, akkor ha rányomtok a, a, kézre, rákerestek a kézre, vagy rányomtok a Dovili Paradoxnál a kézre, rávezet a lótuszra, és a lótusz történetére. Szóval ezért is mondom, hogy lehet, hogy a lótusz küldte kezet, de a tenó is küldhette ezt a kezet. És hogy küldte a tenó a kezet? Úgy, hogy a Zarimanten Zero ugye át van törve, félig meddig benne van a Duviri világában, a Voidban és a rendes tenó világban. Szóval az egész összemosódik, és a tenó rájött, hogy a drifter az ott van, és ő küldött segítséget, vagy a Lótusz küldött segítséget, attól függ, hogy honnan nézed ezt a játékot. A lényeg az, hogy egy kezet kapott a mi univerzumunkból, ahol a Tenóval vagyunk, és a lótussal átküldtünk egy kezet a Duviribe, ahol a Drifter van, mint egy fogoly ebben a világban, amiről még semmit nem tudunk, és nem tudjuk, hogy miért fogoly ott ő. Minden esetre gyorsan realizáljuk, hogy ez a kéz ez segítség, és hogy fura érdekes energia lengi körül. Úgyhogy el is kezdünk menekülni, amíg végül, ugye küldetés, lövöldözés, lovon repülés minden lószar kikötünk Tesinnek a barlangjában. Na most, Tesinnél van egy kis állat, azt elnevezitek, aminek elnevezitek, szinte lényegtelen minden szempontból, mi az az állat. Az a lényeg, hogy tesin, hogy az anyámba kerül oda. Mert hogy a játék megbillenti a történet szában az, hogy tesin maga sem tudja, hogy hogy került oda, de emlékszik arra, mintha meghalt volna. Mert ugye a mi univerzumunkban meg is halt tesin, de ez nem zárja azt ki, hogy ő valahogy átkerült a duviribe, de azt hiszem, hogy később, hogy haladunk a történet, de tiszta sor, hogy tesin valójában halott, de mégis van neki egy módja, hogy hogyan került ő oda. Na most tesén lesz a mi útmutatunk ebben a világban, hogy megértsük, és a feladatunk, hogy megoldjuk egy aféle rejtét, hogy hogyan törjünk ki ebből a világból. És tessén elmondja nekünk, hogy kaptunk a a külső világbéli barátainktól kaptunk segítséget, ez a kéz, ez az, és időnként ugye a játékban itt-ott átmehetünk a dormizomba, vagyis ugye kitörhetünk a duviri világából a rendes univerzumba, és ezt a dormizom keresztül tehetjük meg. És ugye, hogyha játszottad a küldetés, akkor tudod, hogy egy babát kell összerakjál, tehát minden küldetés arra vezet rá, hogy egy babát kell összerakjál, és végül a végső küldetésen végigmenve elérsz Domino Strax császárhoz, és megkapod a babának a fejét. És, és azért rohantam végig ilyen gyorsan ez a szekció, mert tulajdonképpen ezt kell csinálni, és a lényeg, ami lényeg az a végén van, amikor konfrontálod a Dominostrexot, akiről kiderül, hogy valójában még egy gyerek. Na most, és most kapaszkodjatok meg. A duviri paradox azért egy paradox, mert hogy egy különálló idővonal. Mind a kettőnek a közös pontja a Zarimantenzéro űrhajó, ugye, ami eltűnt a voidban. Na most, a New War-ban valamikor még elmagyaráztam, hogy hogy működött, hogy két idősíkra szakadt a Warframe története, és a Zariman Zero története. Az egyik síkban a Drifter története van, a másik síkban pedig a Mi Tenónak a története van. A mi tenóink meglettek mentve, mikor előkerült az Arimán Tenzéro, ugye Margulis által, stb., ők meglettek mentve, de a másik időségben a drifterék nem lettek megmentve. A további különbség a tenó és a drifter között az az, hogy tenóban benne van a void energiája, és tudja azt használni, de a drifter és csapatának, akik nem lettek ugye megmentve, ők nem kapták meg a Void energiáját soha. És az benne az érdekes, hogy úgy néz ki, hogy a Dominus Thrax, a Duviri világ megalkotója. Ő egy olyan tenó, aki megkapta az erejét, de valahogy, és erre nincs magyarázat, valahogy ő ott ragadt a drifternek az idővonalán, ő nem lett megmentett, de megkapta a void energiát, és megalkotta a duvirit. A benne rejlő karakterek pedig egy, ö, egy olyan történetnek a kitalációja, és nem történet, hanem a, a Zarimánten Zéron megélt ö, traumatikus élményeknek a karakterei. És egy mesekönyv, tulajdonképpen egy mesekönyv történet karakterei. Mert ugye, a, ami történt az Arimantenzéron, az röviden az volt, hogy a felnőttek megőrültek, és a gyerekek kénytelenek voltak megvédeni magukat a felnőttekkel szembe, és ledarálták a felnőtteket. Ugye, és, ú, ú, ö, és ezt úgy tudták megtenni, hogy a férfi a falban, a hang a túl oldalról, túloldalról, nekik a void erőt, és azzal le tudták darálni a felnőtteket, akik megőrültek. És ja, szóval úgy néz ki, hogy a császár egy tenó, a, a, aki a void erejét nem borfémekre használta, hanem megalkotta a duviri, de még mindig egy gyerek mentalitásával van. Tehát, ja, ott ragadt, visszarakadt, és még mindig azokba, azoknak a traumáknak a hatása alatt van, és a világ ezen traumának a hatása alatt áll, és folyamatosan uh, újra tudja indítani ezt az időhúrt, hogyha neki valami nem tetszik, és uh, amikor mi ott vagyunk a drifterrel ugye a végén, és, és cserélünk a császárral, mert valamiért ugye ez a baba, amit mi összeállítottunk, nagyon fontos volt a császárnak, de ez inkább azt akart elképezni, még mindig ebbe a gyerek stádiumban van, elmében van ez a császár, odaadtuk neki a, ezt a babát, és mi beleültünk a, a tromba, és újra restartoltuk az egész időhúrt azért, hogy tesint, felépíthessük, de útközben visszaadtuk a császárnak ezt a tront, mint egy aféle fertrét, ha így tetszik, mert hogy most már a drifter nem rabja a duviri világnak, és át tud menni a, a, a tenú világba is. Most arra már tiszta sor lett, hogy a mi tenunk az a drifter tulajdonképpen, csak egy idősebb változat, és egy másik időhúron van, de az átjárás a Drifter számára most már teljes mértékben lehetséges, a Zarimannak köszönhetően, hogy áttért az úton, és annak köszönhetően is ugye, hogy, hogy tudjuk most már a Void energiát irányítani azzal a kézzel, ezáltal a rémeket is tudjuk um, irányítani. Ez a Duvidi Paradox története röviden és tömören, és hosszan és nincsen semmi különleges, nem tudunk meg semmi többet a lóról. Hát úgy gondolom, hogy a Warframe konkrét történetéről és fő történet nincs nagyon, amit megtudni. A New Warral és a Sentient támadással az a le is zárult az egész Warframe története. És és most már csak melléktörténetek történetek vannak, nem olyan, mint a destiny hogy nem, nem, derült ki semmi egy de úszó, hosszú, hosszú idő után. Uh, és ja, a Warframe lezárta maga történetet, és most már csak az ilyen kis különleges, fantáziadús történetek vannak, mint a Duviri Paradox. Uh, lehetne egy-két részletet jobban megtudni, de lehet, hogy ti tudjátok, és lemaradtam valamiről, hogy például kiküldte a kezet a Tenó, vagy a Lótusz, ilyen apróságok, um, Tesin ebbe a világban, vagy ő is a Dominus egy képzeletbeli öm, szüleménye. Dominus Trax az a Drifternek egy ekó hangja vagy sem, mert igazából nem tűnik úgy, hogy az lenne, viszont mivel, hogy együtt élték át ezeket az eseményeket, a Drifter ott ragadt, annak a tenónak, a a világában, a duvidi világában, mert megalkotta, és közük van egymáshoz, mert együtt utaztak barátokatok, stb. Csak hát ez a illető, ez a gyerek, aki az Arimenten Zero volt, ő Duvirit megalkotta a hogy meg lett volna mentve ugye, a különböző idősíkokon. Szóval, ja, ennyi, ennyi lett volna. Úgy gondolom, hogy ez egy korrekt kiegészítő. Nem volt túl nagy szám történet szempontjából, viszont amit kitaláltak vele, a játékmódok, ez, a, ez a, ugye a végtelen játékmód, a Circuit, ugye azt hiszem a neve, a Duviri Experience és a Long Story, mindegyik egy tök jó kis változat azoknak a játékosoknak, akik különféle játékmódot szeretnek, a jutalmak egyszerűen elképesztőek. Tehát ilyet, amennyi évet végig farmoltam én a kurva játékba, és, és, még nekem is tetszik az a tény, hogy hetente kiválaszthatsz egy Warframe-et, amit ki akarsz farmolni, hozzájáruló modok és árkénekkel, ha most kezded a játékod, vagy ha folytatod is a játékod, akkor ha másodjára meg lesz az a Warframe, akkor be tud építeni ugye a helmidbe, ha úgy tetszik, és a Steel Pass jutalmak az, hogy a régi ócska fegyverekből Incarnation fegyverek lesznek, Uh, és hozzájáró modok és nagyon jó árkének, amik ott vannak, a jobbak, a drágábbak, az egyszerűen elképesztő. Egy amire szeretnélek figyelmeztetni ha bukjátok valamelyik küldet, és buktátok az összes pontot és szintet. Uh, ennyi, azt hiszem ennyi lett volna ez a videó, nagyon köszönöm a figyelmet, és köszönöm jól esett ennyi után beszélni egy mikrofonba. Uh, ja, hát amíg találkozunk legközelebb. Szevasztok!